Annak ellenére, hogy 2020-ban mindent átírt a koronavírus járvány, a Józsa András Múzeumban nem állt meg az élet. Mert bár sokan úgy gondolják, hogy ha a múzeum zárva, nem történik semmi, valójában ez nem így van. Közel 20 eredményről tudott beszámolni a múzeumigazgató. A Nyíregyházi intézményben új kiállító és új múzeumpedagógiai teret alakítottak ki a központi épület földszintjén. A Fokos utcán pedig az új régészeti raktárbázis kapott helyet. Pályázati pénzből az iparművészeti raktárat is teljesen fel tudták újítani. Emellett sikeres ásatásokat végeztek, amelyek dokumentációja jelenleg is zajlik. Lezárult a 2 éves ROHU nemzetközi pályázatunk, és a projekt keretében 7-es írdésmond 7 kiadványunk jelent meg. A múzeum online oldalai is kibővültek ebben az évben, a Facebook mellett Instagram és a YouTube csatornákat is tudjuk használni. Nagyon fontos eredmény az, hogy ebben az évben új 2 évkönyvünk jelent meg a Józsa András Múzeum kiadásában. Az egyik évkönyvünk a 2019-es, az a gyűjteményi egységünket mutatja be, tulajdonképpen ez egy úttörő jellegű kötet, a 150 éves Józsa András Múzeum valamennyi gyűjteményét leírja, hogy mik is találhatók a mi gyűjteményeinkben. Köztudat az, hogy a múzeumunk 1 millió műtárgyal dicsekszik, és ezeknek a gyűjtemény együtteseket mutatjuk be. A másik évkönyv a 2020-as, az pedig dr. Bene János volt múzeumigazgató, 65 éves lett ebben az évben, és előtte tiszteleg ez a kötet. A kiadói tevékenység jelentős a múzeumban, 1958-tól rendszeresen jelenik meg évkönyv. Emellett sorozatban 157, azon kívül pedig 70 kötet jelent meg az elmúlt több mint 60 évben. Kamara kiállításokkal és az év nagy attrakciójával, a Ripple-Rónai kiállítással is várták a látogatókat. A 3 teremben elhelyezett 160 alkotás a nyitás után mindössze 1 hétig volt látható, akkor a koronavírus miatt ismét bezárt a kapuit a múzeum. Még tavaly 75 ezer látogatót fogadtak, idén ez a szám alig több mint 17 ezer. A Józsa András Múzeumhoz tartozó Kállai gyűjteményben sem állt meg az élet. Új helyre költözött ugye a Kállai gyűjtemény, méltó környezetbe került a Bessenyei tér 15 szám alá, új város és családtörténeti kiállítás jött ott létre, és itt is keletkezett egy új film a Kállai családról és a Kállai gyűjteményről. Látszik, hogy jó helyen van a kiállítás, a gyűjtemény, mert a látogató szám itt emelkedett. A Kállai gyűjteményben ugye tavaly 5400 látogató volt, a pandémia ellenére pedig ebben az évben már 9240 látogatót fogadtunk a múzeumban. Idén már elkezdődött egy ásatás, jövőre pedig újabb 2 indul el. A múzeum falain belül már szervezik a nagybányai festők kiállítását, a következő esztendő legjelentősebb látványossága pedig egy honfoglaláskori tárlat lesz. Ugyanis a Magyar Nemzeti Múzeum után a Józsa András Múzeum rendelkezik a legnagyobb gyűjteménnyel ebből a korszakból. A tervezett kiállításon határon túli leleteket is bemutatnak majd, ezzel is erősítve a nemzeti identitást.